Úgy ismerték már egymást, hogy a 30. házassági évfordulójuk felé közeledve olyanok voltak, mintha egy és ugyanaz a lény lennének két alakban. És gyakran megesett az a mindkettőjük számára kínos dolog, hogy akaratlanul is kitalálták egymás gondolatát. Vagy társaságban az a nevetséges helyzet, hogy amikor egyikük kinyitotta a másik gyorsan megelőzte, és elmondta helyette ugyanazt. Addigra már együttes erővel túljutottak a mindennapos értetlenségeken, a fellángoló gyűlöleten, a kölcsönös kis aljasságokon, és a házastársi cinkosság mesés és diadalmas felvillanásain. Gabriel García Márquez Szerelem a kolera idején című regénye méltán foglal helyet a világirodalom legszebb művei között. A kolumbiai író ebbe a regénybe számos személyes tapasztalatát és hozzá közel álló dolgot vitt bele. Nézzük azt, hogy 13 éves kora óta hűségesen szerette feleségét, nagyapja a kolumbiai polgárháborúban harcolt, és számos forrás szerint a két főszereplőt Fermina Dázát és Florentino Arizát a szüleiről mintázta. A Szerelem a kolera idején két főszereplője, Fermina Daza és Florentino Ariza, két szerelmes ifjú, akik egy postán találkoznak egymással. A fiú, aki meglehetősen koravén, mondhatni szinte költői vénával megáldva, beleszeret egyenesen a fiatal 16 éves lányba, és őrült levelezésbe kezdenek. Ám a lány apja közbeszól, mert szerinte rangon aluli lenne, ha lánya egy postás fiúhoz menne feleségül. Ezért kapcsolatuk megszakad, és Fermina Daza a kisváros feltörekvő orvosához, a nála 10 évvel idősebb Juvenal Urbino doktorhoz megy feleségül. Házasságuk nem indul zökkenőmentesen, hosszú-hosszú évek kellenek ahhoz, hogy igazi, szerelmen alapuló, hűséges kapcsolat alakuljon ki közöttük. Ez a regény nem csak azért szép, mert egy igazi romantikus történet, hanem azért is, mert történelmileg rendkívül jelentős, végigkövethetjük benne a kolumbiai polgárháborút és az azt követő pusztító kolera járványt. Mivel a történetünk egy szerelmi háromszögön alapul, hogy végül női főszereplőnk Fermina Daza ki mellett ér épe, megtudhatjátok, hogyha elolvassátok a könyvet. Florentino Ariza egy szokványos házasság szüzességétől fosztotta meg, amely ártalmasabb volt, mint az eredendő szüzesség vagy az özvegyi önmegtartóztatás. Megtanította rá, hogy semmi sem erkölcstelen, ami az ágyban történik, ha arra jó, hogy fenntartsa a szerelmet. Jó, és még valamire. A szerelmet. Ami attól kezdve és még valamire. Ami attól kezdve az élete lett. Meggyőzte arról, hogy az ember a maga kiszámolt homok szemeivel jön a világra. És azok a szemek, amelyeket bármi okból önmaga, vagy más miatt szándékosan, vagy kényszerűségből nem használ fel belőlük, örökre elvesznek.